Debreceni Egyetem néprajz tanszége különböző tojásfestési technikákkal, zsíros kenyérrel és lekváros kenyérrel várta a látogatókat. Én is kaptam egy tojást, nekem ez nagyon tetszik, bár eltörtem, de még így is hazaviszem. Húsvéti ajándékkészítő rendezvény, amit hagyományosan a néprajzi tanszék a hallgatóival együtt szokott meghirdetni. 10 pár éve van ez a rendezvény, karácsonykor és húsvétkor szoktunk így összegyűlni az ünnepet megelőzően. Elsősorban a tanszéknek a hallgatói szoktak részt venni rajta, és ahogy jönnek-mennek szünetekbe a hallgatók, egy páran mindig becsatlakoznak. Hagyományos technikákkal készítünk tojásokat, és természetesen ezeket utána haza lehet vinni, tovább lehet ajándékozni a locsolóknak, illetve a családtagoknak. Ilyenkor kézműves technikákat mutatunk meg nekik, illetve egy kis vendégséggel, zsíros kenyérrel, lekváros kenyérrel, szörpel, tával. Fogadjuk a látogatókat, és a tojásfestés mellett még a nemezelést, illetve a kötélverést lehet ma kipróbálni. Nálunk most itt négyféle tojásfestési technika van életben. Az egyik az ecetes maratás, mikor ugye a meglévő festéket lemaratjuk, hát mondjuk fogpiszkálóval, főpiszkálóval, ecettel a tojásról. A másik technika az a berzselés, mikor a növények lenyomatát hagyjuk ott a tojáson. A harmadik a gyöngyfűzés, nem is gyöngyfűzés, hanem a gyöngyös tojás végül is. Az azt jelenti, hogy egy ilyen hálót vonnak a tojás köré, és akkor azzal végül beburkolják, ez is nagyon szép. És végül pedig az írókázás, ami hát a leghagyományosabb módja a tojásfestésnek, ugye ez méviasszal történik, és lehet festett vagy festetlen tojásra, és a végén pedig aranyporral meghintjük az egészet. Gondolom, hogy az ecetes maratás a legegyszerűbb, amit otthon el lehet készíteni. A többit is meg lehet oldani nyilván, de szerintem az a legegyszerűbb.